Ezért nem szoktam bízni mostanában az emberekben. Nézzétek meg ezt a hölgyet! Tipikus Facebook picsa. Ott vannak a kis mellei, izé, tök jól néz ki. Képzeld el, hogy ez alapján a kép után ráírsz, hogy találkozni szeretnél vele, mert tetszenek a csöcseid. Tegyük fel. Majd kiderül, hogy ő amúgy így csinálta ezt a képet. Tipikus Facebook, meg az internet. Interneten bárki lehet szép. Még aki csúnya, az is. Megfogta a kis térdeit, odarakta a pólójába, majd eltakarta, és így úgy néz ki, mintha lennének csöcsei, de gondolom nincsenek. Ami persze nem is baj, de ne ilyen módszerrel próbáljuk már. Légy szíves ezt a bizonyos adottságot megszerezni. Az a durva, hogy ilyen van. Tehát nekem Facebookon van 5000 ismerősöm. Nem tudom, miért igazoltam annól vissza mindenkit, de visszaigazoltam mindenkit, és akár találkoztam ilyennel. Csak hogy nem tudta úgy eltakarni, ne látszódjon a térde. És ő nem poénból rakta ezt fel, hanem fú, komolyan mondom, ilyen nincsen. Sziasztok emberek, én Pinkorzom vagyok, és ebben a videóban ilyen képeket fogunk nézni. Ilyeneket. Aki még nem tette volna meg, az mindenképpen csatlakozzon a Discord szobámhoz, szerveremhez, a leírásban ott a link, illetve kövessetek be Instagramon, illetve Twitchen. Nézzetek meg itt egy kép. Dick Smith ajánlja, hogy van itt egy telefon $129, ami leveg a vizen. Erre ott van egy telefon a víz alatt. Picit valósült a dolog, valószínűleg nem tartották szem előtt ezt a bizonyos telefont, és hát lesüllyedt egy bizonyos idő után. Hát nem a legjobb reklám, hogy úgy mondjam. Gondoljatok bele, ennétek egy jó kis kenyeret. És tegyük fel, nem szeretitek a brokkolit. Mint én. És beleharaptok egy kenyérbe, és ezt találjátok benne. Szerintem helybe okádnám össze magamat. Egyébként csak én vagyok ennyire finnyás a brokkoli miatt, vagy mások is utálják. Lehet, hogy ez nem egy ilyen gyerekkori berögződés, de én nem szeretem a brokkolit. Bár azóta nem is kóstoltam, lehet, csak bemeséltem magamnak, nem tudom, de nem, annyira nem szeretem. Képzeljétek el, hogy mentek a McDonald'sba, látjátok, hogy ott van egy gyönyörű szép hamburger, és megkívánjátok. Erre kihoznak egy ilyet. mintha belefostak volna, és szépen összenyomták volna, pont úgy néz ki. Csodálatos. Itt egy szirup, amire rá van írva, hogy plusz kálcium van benne. Ó igen, vitamin, megveszed, hogy na ez tök finom lesz. És a hozzáadóknál, vagy mi az? És hátul pedig ott van, hogy kálcium 0%. What the fuck? Hát igen, átverve érezhetitek magatokat. Nem is értem, hogy miért. De egy kötél, ami rajta van egy kép, ahogy egy hegymászó éppen hegyet mászik a kötéllel. Vagy rá van írva, hogy ne használd mászásra ezt a kötelet. Kisbetűkkel. Akkor miért van rajta egy ilyen kép? Könyörgöm. Oké, valószínűleg azért, hogy felhívják a figyelmet, hogy ilyet nem szabad, de akkor egy hatalmas nagy X-et tegyenek oda, vagy valami, ne csak úgy odarakjanak egy hegymászót. Hát nem normálisak. Na igen. Akkor kiírják, hogy kifogytak a pékáruból, a perecből. Pedig ott van. Pedig ott van mögötte. Tudom, amikor elköszönsz Facebookon valakitől este, majd még mindig azt látja, hogy 3 óra után is elérhető vagy. Ez pont olyan. Ó igen, nézzétek meg, ott egy finom kis cukorka, de jó. Majd kiderül, hogy ez egy vaj. Egy kibekúrt vaj. De amúgy jól meg van csinálva, de hát ez egy vaj. Képzeljétek, hogy felvennétek, és így összenyomolik a kezetekbe. Szörnyű érzés, de hát nem is akarok belegondolni én be. Húha! Így gondolom, egy sminkes youtubert láthatunk, aki hát eléggé nagy változáson megy keresztül egy sminkerés során. Mondhatni ott a szépség és a szörnyeteg. nem szeretnék vele bántani tényleg senkit, de azért mégis csak nagyon sokat segít egy smink egy emberen. Még rajtam is sokat segíteni egyébként. Bár van egy sminkes videóm, ahol nem segített semmit. De hagyjuk ezt, ne részletezzük. Na igen, biztos ti is éltetek már át ilyen fájdalmat, amikor ott ez a, tudjátok, az a, na, én nem is tudom, ez még várulnak-e ilyet egyáltalán. Nagyon régen volt ez a kis dobozka, amiben volt, tele volt ilyen kekszel, meg mindenféle finomsággal a doboz. Csak ha ez elfogyott egyszer, akkor azt a mamád elrakta, hogy ő abba fogja tárolni a cérnát, tűt, meg ilyeneket. És hát akárnyszó meglátod, úristen, keks, kinyitod, és hát az vár benne téged, hogy van benne tű, cérna, meg minden varráshoz kellő eszköz. Nem tudom, hogy ilyet árulnak-e még egyáltalán dobozba. Ja, csak izébe láttam, zacskóba most már. Szerintem pont ilyen esetek miatt egyébként biztos vagyok benne. Na igen,
A chips. Ugye a chips az a dolog, ami egy ekkora zacskó, és van benne ennyi chips. Na, itt rajta van az egyik része, hogy egy új, nagyobb méret, ami kisebb, mint a másik, arra még nincs semmi se ráírva. Készítem, megveszed, tökre izé, mutogatod a verőnek, hogy figyelj, nagy chipsem van, izé, pénisz, minden. Ő meg előkapja ezt, de arra nincs ráírva semmi. És mégis nagyobb, ugye. Szörnyű, szörnyű világot élünk. Rick Astley, igazából nem tudom, hogy ez egy könyve, vagy egy film, vagy mit tudom én, mondjuk egy könyv, és ott van egy ilyen, az a címa a könyvnek, hogy Never Gonna Give You Up. Tehát soha nem foglak téged feladni. Majd egy másik könyv, Giving Up on a Love. Feladom a szerelmet. Mi van? Ellentmond saját magának ez a bizonyos Rick Astley. Jó, ez tetszik. Uff! Nem szabad új lenyomatot hagyni ott, és ott van felett egy új lenyomat. Ezt hívják úgy, hogy Tag Life. Az utolsó kép, hogy miért kételkedek az emberekben, ez leír mindent. Ott ül a Gári, jó bull minden, majd feláll is egy ilyen deszka. Konkrétan. Szörnyű. Szörnyű világot élünk. Na jó, emberek, ennyi lett ez a videó. Köszönöm, hogy velem voltatok, ha tetszett, akkor azt mindenképpen jelzétek egy like-kal, iratkozzatok fel a csatornára, csatlakozzatok a Discord szerverre, azt kövessetek be Instagramon, Twitchen, mindenhol. Köszönöm szépen a figyelmet, én Pinkorizom voltam. Sziasztok!